És most ez egy mozgókép vagy állókép? Ez mozgó. Azt hiszem azzal, hogy én most így kezdek tanítani itt nálatok, az egy olyan folyamat kezdődhet, amit én tulajdonképpen nagyon szeretnék csinálni majd. És biztosan bennem az összes olyan hang, ami a tanítással kapcsolatos, az azok az emberek, akiknek én hálával tartozom, mert megtanultam tőlük dolgokat. Minden olyan dolog, amit az ember magában őriz, vagy eszébe jut olyan pillanatban, amikor nekem színészileg nagyon nehéz egy próbafolyamadom vagy egy filmen, és tanácsra van szükségem, akkor ezeket előhívom valamennyire, hogy mit mondana X vagy Y, vagy hogy van az, hogy mi az az egy, amire figyeljek. A tanítása szerintem ehhez, hogy mindezt így egyrészt továbbadhatom, hogy én emlékeztethetem magamat, őket, nekik ezeket bemutathatom, és a másik pedig pont a fordított, vagy a csatornának a megfordított iránya, hogy őket figyelem. Tehát ez mindannak a félretétele, amivel az ember színpadra megy, mert akkor így pont nagyon kiterjeszti önmagát. És megpróbálsz szétfeszíteni bizonyos falakat, vagy nem tudom. De itt meg pont a fordítottja van, hogy az ember valahogy őket próbálja jobban befogadni, és arra valamit mondani. Akkor is, hogyha tehetséggel, és akkor is, ha nem akkora tehetséggel áll szemben, akkor is lehet mondani valamit.